Az újvidék ópazova közötti vasúti szakaszon Csoltanovcinál lévő viadukt 3 km hosszú lesz, 59 pillér tartja majd, a legmagasabb pontja pedig 28 méteres lesz. Ezen kívül még két vasúti alagút is épül itt, melyek egyenként 1,2 kilométeres hosszúságúak lesznek. A munkálatok befejezését követően ez lesz a kontinens egyik legmodernabb vasútvonala, amelyen a szerelvények óránként 200 kilométeres sebességgel közlekednek majd. Hangzott el az építkezésen tett látogatás alkalmával. Büszke vagyok mindarra, amit az elmúlt 5-6 évben elértünk, mert a semmiből emeltük fel Szerbiát. E fenséges projekt befejezésével végre mindenki láthatja, hogyan fejlődik az ország, és hogy érdemes itt befektetni. A vasúti híd és az alagutak építése 2017-ben kezdődött, és várhatóan 2021-ben fejeződik be. A munkálatokat az orosz RZD International vállalat végzi. Ez egy nagyszerű projekt, amelynek európai jelentősége is van. Az RZD International illetékesei további együttműködést ígérnek, ez pedig korlátlan lehetőségeket jelent. Ha elkészül a szóban forgó vasúti szakasz, az ígéretek szerint Belgrádból 35 perc alatt lehet majd újvidékre eljutni.